Köszönöm szépen a szót. Tisztelt elnök úr, tisztelt ház. Itt fekszenek előttünk az ezévi adótörvény módosítások, és sajnos sok meglepetés nincs benne. Nem akarom eltagadni azt a tényt, hogy ez a módosító csomag sok elemében akár támogató is lehetne, de sajnos sok elemében viszont olyan módosításokat tartalmaz, illetve olyan módosítások hiányoznak belőle, amik sajnos elfogadhatatlanná teszik ezt a mai Magyarországon. Egy kicsit olyan érzésünk van, mintha önök az adótörvények módosításának kidolgozásakor nem vették volna észre, hogy jelen pillanatban a járvány okozta gazdasági válság van az országban. És ez nem csak a cégeket érinti, hanem az itt élő emberek mindennapjait. Én azt gondolom, hogy két olyan elemét, vagy talán három olyan elemét kell kiemelni ennek a saláta törvénynek, amivel igazolni tudom az állításainkat. Ugye először is azzal kezdeném, hogy önök hazudnak reggel, délben meg este, és ez egészen szégyen teljes. Én emlékszem arra, hogy ez év tavaszán a járvány első hulláma idején önök azt mondták, hogy a gépjármű adók önkormányzatoktól való elvétele egy ideiglenes helyzet, és hogy ez későbbiekben meg fog szűnni. Itt van előttünk egy törvény, ahol le van írva, hogy ez már pedig így marad, drága barátaim, és jól látható az a centralizációs törekvés, ami az adókivetés és adóbeszedés jogát apránként, pici-pici apró szeletenként elvonja az önkormányzatoktól. Beszéltük akkor is, most is el kell mondanom, hogy ezek a bevételek, ezek komoly érvágást jelentenek a megnövekedett feladatok mellett az önkormányzatoknak, és én tudom, hogy erre mi lesz az előterjesztői válasz, el fogja mondani, hogy ez milyen kis összeg, és hogy az önkormányzatoknak is ki kell venni a részüket a védekezésből. Ezzel két probléma van, tisztelt államtitkár úr, tisztelt ház. Mégpedig az, hogy ez a törvényjavaslat már nem csak a védekezés időszakáról szól, nem csak a pandémia időszakáról szól, ez az adóbevétel, ez elveszett, jól láthatóan végleg az önkormányzatok számára. És a másik probléma ezzel az érveléssel az, hogy az önkormányzatok ma Magyarországon nagyon is kivették a részüket a védekezésből. Mindenféle költség térítés nélkül látták el plusz feladatként a településeiken élő időseket, a településeken lévő betegembereket, a településeken élő karanténba kényszerült honfitársainkat, és azért abban gondolom, nincs közöttünk vita, hogy ez pénzbe kerül, és az én tapasztalataim pedig kivétel nélkül azt mutatják, hogy ennek a feladatának is az önkormányzatok kiválóan helytálltak, sőt, nagyon sok olyan önkormányzatot tudok mondani vidéken és Budapesten egyaránt, akik plusz támogatásokat nyújtottak a dolgozó embereknek, akikről önök rendszeresen megfeledkeznek, de ez nem része az előttünk fekvő adótörvénycsomagnak. A második eleme ennek a történetnek a dohánytermékek adóztatása, illetve a pálinka adómentessége. És érdemes fölhívni a figyelmet arra a két lakiságra, ami megjelenik ebben az adócsomagban. Egyrészt önök tetszelegnek az egészségvédő szerepében, amikor megemelik a dohánytermékek adóját. Szerintem ez rendben van egyébként. Másrészt viszont ingyenessé kívánják tenni, vagy mondjuk úgy, hogy adómentessé kívánják tenni a
otthoni, illetve bérpálinka főzést 50, illetve 86 literig évente. Abban az országban, amit ezzel foglalkozó szakemberek úgy fogalmaznak meg, hogy 1 millió alkoholista országa. Tisztelt államtitkár úr, tisztelt kormányzat, miért ragaszkodnak önök ennyire az ingyenes pálinka főzéshez? Miért gondolják azt, hogy ennek a mai magyar társadalomnak ebben a gazdasági válságban az olcsó pálinkára van szüksége? Nem véletlenül inkább az volna a helyes irány, hogyha azt mondanák, hogy olcsó alapvető élelmiszerekre van szükség? Nem az volna a helyes irány, hogy azt mondjuk, hogy kedves honfitársaim, csökkentjük az alapvető élelmiszerek áfáját, ezzel is csökkentve az alapvető élelmiszerek árát, mert ahogy egyébként elhangzott a hetekben, az volna az egyik legjobb védekezés, hogyha például friss, jó minőségű gyümölcshöz jutnánk minden nap. A gyerekeink, az unokáink, mi magunk, vagy édesanyáink, édesapáink. De hogyha veszünk egy 6 fős családot, és mindenkinek számítunk 3 darab almát naponta, az 18 darab alma, ez körülbelül, nem akarok butaságot mondani, azt mondja, hogy 13, 40 deka fejenként, 40 deka az pedig 6-tal szorozva 2,5 kilóra jön ki. Tehát napi 2,5 kiló almát egy 6 tagú család elfogyaszthatna, de a mai árszínvonal mellett ez havonta sok 10 000 forintjába kerül egy családnak. Önök erre fölteszik a kezüket, hogy kérem szépen, a kormány szerint nincs szükség alapvető élelmiszer áfa csökkentésre, de van szükség adómentes pálinka főzésre. Államtitkár úr, ön vajon mit ad szívesebben a gyermekének, de nem akarok személyeskedni, félre ne értse, költői a kérdés. De mit ad szívesebben a gyermekének? Pálinkát vagy gyümölcsöt? Ön szerint a mai magyar családoknak egy családbarát kormány mit kell, hogy könnyebb elérhetőségűvé tegyen? A pálinkát vagy az alapvető élelmiszereket? Beszéljünk itt zöldségről, gyümölcsről, lisztről vagy cukorról. Ez egy olyan súlyos támadás a magyar társadalom ellen, ez a szemlélet, amihez nagyon nehéz nyomdafestéket tűrő kifejezéseket találni. Mert azt gondolom, hogy az csak az önök világképében lehet igazságos, hogy adómentes a pálinka főzés. Az önök világképében helyes, hogy szinte adómentes az éttermi fogyasztás. Az önök világképében viszont a világ legmagasabb áfájával növelik meg az alapvető élelmiszerek árát. És ezzel kapcsolatban semmit nem olvasunk ebben a törvényjavaslatban. Tisztelt ház, tisztelt képviselőtársaim, az a helyzet, hogy önök nem az itt élő honfitársainkat szolgálják, hanem a saját világukat. És az önök világában én készséggel elhiszem, hogy sűrűbben esznek étterembe, mint otthon. És értem akkor innentől kezdve azt a irányt, hogy inkább az éttermi fogyasztást tartják olcsón. Nem terhelik az általános forgalmi adóval. Én elhiszem, hogy az önök világában sokkal nagyobb kultúrája van a pálinka fogyasztásnak, mint az otthonfőzésnek, az alapvető élelmiszerek felhasználásának. De tisztelt államtitkár úr, tisztelt képviselőtársaim, tisztelt kormánypárti képviselők, a helyzet az, hogy Magyarországon azért még mindig az a helyzet, hogy az emberek túlnyomó többsége azért alapvető élelmiszereket szeretne és szükséges neki, hogy felhasználjon a mindennapi betevő előállításához. Ebben a valós világban azért ma még az alma az egészségesebb, és nem a pálinka. És sajnos ebben a mai Magyarországban, amiben élünk, már most is rendkívül sok alkoholista terheli meg a családok mindennapjait, az egészségügyi rendszerünket, de önök, megnyerve a szabadságharcot,
megnyerve a szabadságharcot, adómentessé teszik a pálinkát. Tisztelt képviselőtársaim, nem tudok mást mondani, mint cinikusan annyit, hogy gratulálok. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Csárdi Antal képviselő úr. Tisztelt Országgyűlés, a vezérszónoki felszólalások végére értünk.